Az elmúlt napok hetek következményeit látva, és én nem is szeretnék igazából véleményt alkotni egy ilyen megosztó témában, viszont fehívnám a figyelmet arra, hogy, a, hogy mind a mai napig a vallás a világ egyik legnagyobb mozgató rugója. Egyszerűen hihetetlen számomra, hogy még mind a mai napig a vallás, az vallási elhivatottság az ilyen nagy méreteket ölt, és képesek vagyunk még mindig Isten nevében háborúzni egymással. Miközben, és mint azt már a múltkori videóban is kifejtettem, szerintem minden nagyobb vallás ugyanazon alapokra épül, csak épp ebből, ebből, vagy abból a vallásból épp kihagytak, vagy épp hozzátettek, azért, hogy mindenki kicsit egyedivé tegye a saját vallását. A lényeg, hogy én azért is szeretem ezt a sorozatot, és azért is érdekel engem mind a mai napig úgy mond a Biblia, mert mert szerintem ezek alapján egy közös nevezőre is lehetne jutni, és még hogyha nem is olyan nagy mértékben, mint például az iszlám és a kereszténység, de egy olyan kis mértékben, mint például a református és a katolikus, ilyen kis mértékben nem kellene, hogy legyen ellentét, és nem lehetne, nem kellene, hogy legyen egymásra mutogatás abból a szempontból, hogy melyik vallás a jobb és melyik a rosszabb. Még annyit, és így négy rész elkészítése után én azt látom, hogy még mindig vannak olyanok, akik a világ összes átkát rám azért, amiért elkészült ez a sorozat. Van, aki azt említi meg fő érvként, már aki megemlíti, hogy miért nem szereti ezt a sorozatot, hogy elvileg össze-vissza beszélek. Szeretném ezt a videót úgy kezdeni, hogy elmondom, bár szerintem az eddigi részekben is mindig elmondtam, hogy hogy az ebben a videóban elhangzottakat senki ne vegye készpénznek, eddig sem kellett készpénznek venni, és ezek után sem kell. Ezek csupán az én személyes gondolataim, nem vagyok egy géniusz, nem olvasom már csecsemőkorom óta a Bibliát. Ezt a videót az én jelenlegi tudásom alapján készítem el és mondom el a gondolataimat, csak egy kicsit teljesen más megközelítésből. Viszont többen írtatok nekem olyan üzeneteket is, amelyekben azt írtátok, hogy régebben soha nem érdekelt benneteket a Biblia, volt, aki azt írta, hogy régebben, hogyha meghalott egy vallási szöveget, vagy egy imát, akkor azonnal kiverte a víz, ma pedig már van olyan nap, amikor leül és a Bibliát olvassa. Hihetetlen, és én sem értem, hogy miért tudtam megváltoztatni egyesekben ezt, a, ezt az érdeklődést, de innen is nagyon szépen köszönöm ezeket az elismerő üzeneteket. Egy olyan témával foglalkozunk majd ebben a videóban, amiről szerintem csak lehet, hogy csak érintőlegesen, de valószínűbb, hogy szinte sehogy sem esett szó. A most következő téma már egy kicsit belemagyarázósabb lesz, hogyha szabad így fogalmaznom. Viszont az biztos, hogy akit eddig ez a sorozat, az eddigi részek nem kötöttek le egy cseppet sem, őt ez a rész szerintem ezek után sem fogja. Ádám és Éva az első Isten teremtett emberpár, és mivel Isten tesztelni akarta Ádám és Éva lojalitását, ezért megkérte őket, hogy ne egyenek a tiltott fáról. Minden másról lehetnek, de erről a fáról, erről tilos és hát ugye milyen az ember, amit tiltva van, pont azt akarja. Jött egy kígyó, és megkérdezte Évától, hogy hát miért ne téphetnéd le azt az almát? Miért kéne hallgatnod a teremtőd szavára? Évának sem kellett több, a kígyó végül meggyőzte őt, ezért annak ellenére, hogy Isten megtiltotta, Éva ennek ellenére is letépte azt a bizonyos egyetlen egy tiltott gyümölcsöt. Ádám és Éva történetét a Bibliában Mózes első könyvében olvashatjuk. Fontos azt, hogy, hogy Ádám és Éva történetét nem Ádám és Éva meséli el nekünk, hanem, hanem azt Mózes meséli el nekünk, hogy mit látott egy felhőben, amikor Isten magával vitte őt 40 napra. Mózes azt mondja el, amit ez alatt a 40 nap alatt látott, amit mutattak neki. A Föld keletkezéséről, az ember keletkezéséről, sietetlen, de Mózes első könyvében leírtak, azok megegyeznek a tudomány mai álláspontjával helyel közel, és erről már az első részben is beszéltem a Föld teremtése című fejezetben. A lényeg, hogy Ádám és Éva történetét Mózes meséli el nekünk. Úgy, ahogy azt ő látta. Nagyon nem lesz egyszerű megérteni a most következő fejezetet, de megpróbálom nagyon egyszerűen elmagyarázni, kevésbé belemagyarázósan. Habár azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a résznek eléggé belemagyarázós szaga van és szaga lesz, de én csak ezt az egy összefüggést olvastam és találtam, amit Mózes szavaival is össze lehet illeszteni. Mózes, amikor 40 napig az úrral volt, akkor látta az élet fáját és a tudás fáját is. Erről nincs bővebb elbeszélés és ez már igazából csak találgatás, de az életfája és a tudásfája leírás alapján, és hogyha hozzáveszünk, hogy Mózes akkoriban azt sem tudta, hogy mit lát, akkor az életfája egy bioreaktor, a tudásfája pedig valamiféle komputer, egy szervergép lehetett, amiből csövek, kábelek lógtak ki, pont úgy, mint egy fánál a törzsből az ágak. Ezt Mózes egy nagy és egy nagy rendezett kertnek írta le, sorba rendezetten álltak a növények, az életfája volt középen, és ott volt a jó és a rossz tudás fája is. Na, de hogy lehet egy fa jó és rossz? De egyes elméletek szerint ez nem egy olyan rossz fa volt, amiről senki nem ehetett, mert hogyha valóban egy rossz fa lett volna a kertben, akkor már rég nem lett volna ott, hisz kivágták volna, Isten csak azért mondta azt Ádámnak és Évának, hogy erről a fáról ugye ne egyenek, hogy ne ismerjék meg azokat a titkokat a tudásfájáról, amiket Ádámnak és Évának nem szabad tudnia. Pont úgy, mint ma például egy laborban, ahol szintén titokban tartanak minden új kutatással kapcsolatos információt, és hát egyesek szerint a tudásfája olyan titkokat őrzött, amiről senki sem tudhatott. Na oké, okay, de Isten miért féltette ezt az információt egy szerverből, mégis hogy tudta volna kinyerni Ádám és Éva ezt az információt, amikor azt sem tudták, hogy mi történik? Ádámnak és Évának is voltak számítógépes előismeretei? Leültek egy laptoppal és kinyerték a titkokat a szuper számítógépből? Hát ha a fejlettségi szintet nézzük, akkor már nem volt szükség laptopokra, hanem Ádám és Éva magával a számítógéppel beszélgettek, mint ma már mondjuk mi a mesterséges intelligenciával, Akiben benne volt minden tudás. Ádámék kérdeztek, a gép válaszolt. Mózes pedig azért írta le mindezt egy, egy kígyónak, azért mondta azt, hogy Ádám és Éva egy kígyóval beszélgetnek, mert nem látott semmilyen állatot a gép közelében. Csak kábeleket vastag kábeleket, ezért úgy gondolta, hogy Ádámmal és Évával biztos az egyik kábel, vagyis egy kígyó beszélget. Tudom, hogy eléggé belemagyarázós ez a történet, de Ádám és Éva történetére én csak ezt az egy mai szemmel is érthető értelmezést találtam. Ádámot és Évát a történések után természetesen azonnal száműzték is a paradicsomból, és két fiúk született, Káin és Ábel. Az ő történetük is megérne egy misét, de nem akarok ennyire mélyére fúrni, maradjunk a felszínen, még az érthetőség oltárán. Ugye Isten először Ádámot teremtette meg. Ádám volt az első férfi, és szándékosan nem azt mondtam, hogy az első ember. Ez azért fontos, mert a Bibliában többször előjön az, hogy az angyaloknak ugye nincsen nemük. Az angyalok se nem férfiak, se nem nők. Nem házasodnak, nem mennek férjhez. Isten még meg is jegyzi, hogy ez egy olyan világ, a Föld, ahol a fiúk házasodnak, a nők pedig férjhez mennek. De az Istenek világa az nem ilyen, Isten az embert a saját képmására teremtette férfivé és nővé. Azért, hogy valahogy megoldja a fajfenntartás problémáját. Hisz az istenek nem lehet tudni, hogy mivel és hogyan, mivel náluk nincsenek nemek, az istenek máshogy szaporodnak, mint az emberek. Szóval Isten megoldva a fajfenntartást kérdését, megteremtette a nemeket, a férfit és a nőt. Bocsálta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre és az elalúvék. Itt is megjelenik az, ugye az altatás, de erről már egy korábbi fejezetben is beszéltem. Minden beavatkozás előtt, változás előtt altattak. Akkor kívül egyet annak oldalbordái közül, és hússal töltébe annak helyét. Hát ebbe a mondatba, és hozzá hozzátéve magát az altatásnak a fogalmát, nagyon sok mindent bele lehet látni. Valamit csinált vagy csináltak Ádámmal, kivették a pontosabban az oldalbordáját, és alkotá az Úristen az oldalbordát, amelyet kivet vala az emberből, asszonyja és vivé az emberhez. Isten az altatás alatt kivette Ádám oldalbordáját, és átvitte azt Évának. Ami azt jelentheti, hogy egykor a férfiaknak egyel több bordája volt, mint a nőknek, vagy ugyanannyi volt, de akkor az azt jelentené, hogy most akkor a férfiaknak egyel kevesebb van? A sehogy sem áll össze, a biológia nem ezt igazolja. Viszont ne felejtsük el, hogy ezek még mindig csak Mózes szavai, aki azt se tudta, hogy Isten mit mutat neki, csak ült és látott és nézett és elmesélt. Itt a tudásfájával, meg az életfájával is szemléltetve, mi az, ami mind a mai napig meghatározza azt, hogy egy ember férfi vagy nő lesz? Hát a kromoszóma, az X és az Y kromoszóma páros, Sokak szerint ezt mutathatta Isten Mózesnek, hiszen ennél a példánál egyértelműen igaz az, hogy a férfi kromoszóma az egy kicsit kevesebb, mint a női, az egy kicsit kevesebb idézőjeles oldal rendelkezik. Tudom, hogy ez a rész egy kicsit, sőt, lehet, hogy sokak szerint nagyon belemagyarázós volt, hát viszont itt még nincs vége, ugyanis. Hát felmerül a vérfertőzésnek a lehetősége. Azt teljesen oké, hogy ugye Ádámnak és Évának születtek gyermekei. Na, de hogyan tovább? Hisz ekkor csak négyen voltak, Ádám, Éva, Káin és Ábel. Káin megölte Ábelt, így hárman maradtak. Hogy lett ebből a három emberből a föld mai lakosságát tekintve 8 milliárd fő? erre a kérdésre a Biblia alapján nincs egyértelmű magyarázat. Valószínűleg ekkoriban Ádám és Éva és Káin nem voltak egyedül a Földön, hisz egyrészt Káinnak később csak úgy a semmiből lett egy felesége is, másrészt Káin nagyon félt valakitől vagy valakiktől, senki meg ne ölje, aki rátalál. Hát mégis kiölte volna meg, hogyha ekkoriban a szüleink kívül senki más nem élt a Földön. Sét születése után Ádám 800 évig élt, és még nemzet fiakat és leányokat. Egy zsiró történetíró és hadvezér pontosította ezt a számot, és azt írta, hogy a régi hagyomány szerint Ádámnak 33 fia és 23 leánya született. Oké, lehet, hogy ez így volt, de ez még mindig nem oldja meg, korán sem oldja meg a vérfertőzés problémáját, mert Káinnak mindenképp valamelyik rokonával kellett volna a frígyre lépnie, ha ekkor senki más nem élt a földön ez mind a mai napig nagyon egy, egy, nagyon nagy vitatott kérdés, de az a legvalószínűbb, hogy ekkoriban valóban Káinék nem voltak egyedül a Földön, csak ezt Mózes a történet leírásakor valahogy kifelejtette, vagy egyszerűen csak rosszul emlékezett. Kanyarodjunk vissza egy korábbi idézethez, ami, ami felett én elsiklottam, és lőn Ádám egész életének ideje 930 esztendő, és meghala. Ez egy kicsit túlzásnak tűnik, mert hogy élhetett Ádám akkoriban több mint 900 évet? Hát elvileg maga az úr változtatta meg az ember korát, és írta át 120 esztendőre. És mondá az úr, nem maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivel hogy ő test, legyen életének ideje 120 esztendő. Ez a kijelentés már csak jóval Ádám halála után született meg, kvázi az úr valamiért úgy döntött, jóval Ádám halála után, hogy mostantól az ember ne 800, meg 900 évig, hanem csak 120 évig éljen. Azt nem lehet tudni, hogy az úr miért változtatta meg egyszer csak ezt a gondolatát, viszont talán a következő versek egy kicsit közelebb visz minket a megoldáshoz. Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bevenének az ember lányaihoz. Ezt a részt Mózes első könyvének hatodik fejezetét, negyedik versét szinte minden más elméletben visszahalljuk. Egyesek szerint ez a vers bizonyítja azt, hogy egykor óriások éltek a földön. Igen, viszont hogyha belegondolunk és egy kicsit összehozzuk ezt a verset a tudomány mai álláspontjával, akkor lehet, hogy, hogy ez esetben nem szó szerint óriás emberekről, hanem óriás állatokról van szó, amit ma már mi csak dinoszauruszokként tartunk számon. Ne felejtsük el, hogy Mózes ezt a fejezetet is csak a saját szavával mesélte el és írta le. Még hogyha dinókat is látott volna, akkor sem tudta volna azt elmondani. Csupán mivel látta, hogy hatalmas testű valamikről van szó, amik nem lehetnek állatok, mert ilyen állatot ő még sosem látott, ezért elnevezte őket óriásoknak. És most nézzük meg egyszerre a harmadik és a negyedik verset. Előre leszugezném, hogy ezt, hogy ezt nem én találtam ki én nem látnám meg elsőre így ezt az összefüggést, de egyesek szerint Isten azért is mondta azt, hogy az ember életkora az maximum 120 év legyen, hogy a Föld az ne népesedjen túl. Mert képzeljük csak el, hogyha ma is mindenki 900 évig élne, akkor meglehetősen felborulna az az egyensúly, ami már ma is nagyon nehezen tartható. És ami még egy kicsit rémisztő, hogy ez a 120 év, ez a Bibliában is leírt 120 év, az Úr által is meghatározott 120 év, az végül igaznak bizonyult, mert a legmagasabb életkort elért ember a jelenleg ismert történelem alapján 122 évet élt. Vagyis ez az Úr által meghatározott 120 év, az helyel közel, hihetetlen, de stimmel. És hogyha már a dinókról beszéltem, és azokról az óriásokról, akik egykor a földön éltek, akkor, és ha már amúgy is így a kezdeteket vizsgáljuk és tárgyaljuk, akkor beszéljünk az óriások eltűnéséről. És magáról arról a tényről, hogy a természet egyszer csak miért gondolta meg magát, és a dinók kihalása után a természet miért nem ugyanúgy működött, mint korábban? Miért nem dinók élnek ma is a földön? Hisz ha a természet egyszer ezt alkotta, akkor hogy lehet, hogy egyszer csak a rovarok és a növények minden sokkal kisebb lett, mint korábban? A dinók idejében egy citakötő madár méretű volt, ma pedig már ugye sokkal kisebb. Mi változott meg egyszer csak a természetben? A tudósok szerint a válasz az oxigén mennyisége, de kiindulva Isten korábbi mondatából, miszerint az emberi életet 120 évre maximalizálta, ebből kiindulva a logikát folytatva, azért lett minden, a növények, az állatok, minden sokkal kisebb, hogy a föld tartalékait se az ember, se az állatok ne éljék fel olyan hamar. És ami ezek után következett, az már egy teljesen másik tészta. Lehet egy olyan érzésetek ezen fejezetek után, hogy hát, de hát erre nincs semmilyen bizonyíték a Bibliában. Igen, ez igaz, viszont csak abból lehet kiindulni, ami számunkra is elérhető. Ne felejtsük el, ugye, hogy a Biblia nagyon nagy részét kitörölték, és azért van az, hogy még a papok sem szívesen válaszolnak egyes kérdésekre, mert, mert a Biblia nagyon sok mindenre nem ad egyértelmű választ. Azért kellett kitörölni egyébként egyes részeket a Bibliából, mert egy Nincs az adott információra az ember felkészülve. Kettő lehet, hogy nem fért össze az egyház egykori álláspontjával bármilyen kérdésben. Három lehet, hogy voltak benne olyan részek, amelyek, amelyek nagyon nagy vitát generáltak, megosztóak voltak, ezért inkább kitörölték, hogy minden sokkal sterilebb legyen. Az volt a cél, hogy a Biblia egy olyan könyv legyen, amit követni lehet, és ne egy olyan könyv, ami, ami csak kéréseket vett fel. A Biblia ugye akkor nyerni el a teljes értelmét, hogyha azokat a részeket is látnánk, amiket kanonizáltak de hát ez sajnos ma már teljességgel lehetetlen. És hogyha már ebben a részben olyan sokat beszéltem Mózesről, akkor ismerjük őt meg egy kicsit jobban, és az ő történetét. Igazából azt a részt nézzük majd most meg, amikor Mózes megszületik, és amikor meghal. A Bibliában keresztelő Szent János, és persze maga Jézus is, csak úgy a semmiből születtek. Erről ugye már az első részben is beszéltem, jó, persze nem a semmiből születtek, hanem a Szent Lélek megáldotta őket, Keresztelő Szent János anyja Erzsébet például öt hónapig rejtőzködött, mert félt, hogy az emberek mit fognak majd mondani neki, hogy hiába magyarázta Erzsébet, hogy hát a Szentlélek volt, kinevették és egyéb jelzőkkel bélyegezték. Azért hoztam csak fel újra Erzsébet történetét, bár felhozhattam volna Szűz Mária történetét is, akit József ugye el akart hagyni, mert azt hitte, hogy Szűz Mária megcsalta őt. Mózes története is valahogy hasonlóan kezdődött, Mózes is rejtegették, több hónapon át rejtegették, majd végül egy szurokkal bélelt ládába tették és a folyóra rakták. Fogad a méhében az asszony és fiat szüle, és látá, hogy szép rejtegeti három hónapig. A következő gondolat a saját gondolat, viszont látva az, hogy Mózesnek milyen nagy szerepet is osztottak oda fentről, pont úgy, mint Jézusnak vagy Jánosnak, nem lennék meglepve, hogyha Mózes is csak úgy a semmiből fogant volna, hisz ő is egy nagyon fontos szereplője az egész Bibliának, bár a hivatalos magyarázat az az, hogy azért rejtegették Mózest, mert a fáraó az minden újszülöttet megöletett, ezért kellett Mózest a folyóra dobni, és ezt is lehet így is vagy úgy is értelmezni, hisz egy ládába rakni egy csecsemőt és leereszteni őt a folyón, hát az sem egy olyan túl szép cselekedet. Lehet, hogy Mózes anyja is szégyelte a törvénytelen fiát? Vagy csak valóban így akarta őt megmenteni? Hát erről sajnos nincs szó a Bibliában, viszont hogyha már a születéséről beszéltünk, akkor beszéljünk Mózes haláláról is, hisz ebben is Mózes szintúgy hasonlít Jézusra. Elvileg meghalt pont úgy, mint Jézus, de a testét soha senki nem találta meg. Mózes felment a hegyre. Hát mint a Bibliában már oly sokszor mindenki, Jézus is mindig a hegyen imádkozott és találkozott mindenkivel. Mózes is elég gyakran járt fel a hegyre, és hát elvileg meghalni is a hegyre ment. Felment a hegyre, és az úr parancsára meghalt. Senki sem tudja az ő temetésének a helyét e mai napig. Hát pont úgy, mint Jézus testét sem találták meg soha, úgy Mózes testét sem találták meg soha, és felmerül a kérdés, hogy Mózes valóban meghalt ekkora hegyen, vagy csak elutazott, ha Mózes ekkor valóban meghalt, akkor a Biblia későbbi fejezeteiben hogy jelent meg Mózes újra? Több mint ezer év múlva, hogy jelent meg újra Mózes? Nem homályosodott vala meg az ő szeme, sem el nem fogyatkozott vala az ő ereje. Hát most akkor meghalt vagy tovább bélt? A meghalt kifejezést csak úgy kell érteni, hogy Mózes szerepe eltűnt a Bibliából, mert már megtette, amit rábíztak vagy tényleg meghalt? Hát igen, de akkor egy sokkal későbbi történetben hogy jelenik meg újra? Csak mint látomás? Csak mint egy képzelet? A profétát támaszt nektek az Úr, a ti istenetek, a ti atyáitok fiai közül, mint engem. Mózes kielentése alapján Mózes tudta azt, hogy őt az Úr küldte, pont úgy, mint Jézust, vagy ezt sem így kell értelmezni? Így sokkal érthetőbb lenne szerintem az, hogy Mózes anyja miért szégyenkezett, és miért csomagolta be a fiát egy dobozba, mert nem akarta, hogy megbélyegezzék a törvénytelen gyermeke miatt. Hát Mózes egy proféta volt, akit Isten küldött, az volt a feladata, hogy a zsidókat kivezesse ugye Egyiptomból, az úr neki adta oda a tíz parancsolatot, Mózesen keresztül üzente meg az úr a föld teremtését, a föld keletkezését, az első férfi és nő Ádám és Éva történetét, Mózes rakta le az alapokat. És amikor ugye már megtette mindazt, amit, amit neki kellett, ami rá volt bízva, utána csak úgy kis túlzással eltűnt. Mi adjánk ki a mennyekben, vagy szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Vasárnaponként több tízezer ember imádkozza ezt a templomokban, csak Magyarországon, a világon ennél pedig sokkal többen, de mégis mit jelent az a rész, hogy jöjjön el a te országod? Átvitt értelemben kell ezt érteni, vagy, vagy szó szerint? Azt jelenti, hogy egy olyan világ legyen a Földön, amit Isten akar, vagy mi emberek azt akarjuk ebben az imádságban, a mi atyánkban, hogy jöjjenek le hozzánk valakik oda fentről, egy másik világból. Még a pár sorból álló miatyánkot is lehet így is vagy úgy is értelmezni, és hát ez a Biblia esetében egy sokkal nagyobb falat, mert ott szinte mindent lehet így is vagy úgy is értelmezni. Van egy elfogadott álláspontja a Bibliának, van egy elfogadott értelmezése a Bibliának, és maradjunk annyiban, hogy az az igaz. Ez a videó csupán egy elrugaszkodott nézetet mutatott és szemléltetett. Vannak benne saját gondolataim is, viszont bek hogy vajon, hogy vannak nagyon sok olyan gondolat van, amit nem én saját magam találtam ki, hanem mert én még nem látom át, át, annyira ezeket a bibliai történéseket, hogy hogy ilyen összefüggéseket én észrevegyek. Nem is tudom, hogy miről lehetne még majd beszélni a hatodik részben, hogyha lesz esetleg hatodik rész. Írjátok meg, hogy ti mire lennétek kíváncsiak de ebbe a videóba ma sajnos ennyi fért bele. Hálásan köszönöm szépen a figyelmeteket, köszönöm szépen az éreklődéseteket, hát találkozunk legközelebb egy másik videóban. Addig is sziasztok!